Na szevasztok srácok, Csipi vagyok és egy nagyon izgalmas draft döntőn vagyunk túl. Ez volt az ellenfél csapata, Neymar, Ronaldo, Di Maria, Brün, Kante, Kín, ugye a legenda Kín. De Pisi, Koulibaly, Walker, Alessandro és egy, azt hiszem egy Infom Joris volt a kapujába. Négy-négy lett a hosszabbításban egyébként, 3-3 volt a rendes játékidőben. És aztán végül nagy nehezen 11-esekkel behúztuk. Srác amúgy sokkal jobban játszott, ugye hát majdnem másfélszer annyi lövése volt. De nézzük meg az összefoglalót először. Neymar már a harmadik percben lőtt egy gólt. És akkor azt hittük, hogy ez egy ilyen könnyű meccs lesz, ugye nagyon gyorsan vezetést szereztünk. De aztán kiderült, hogy ezt kurva rosszul gondoltuk. Ugyanis jött a 12. percbe, Hazard. A védő nem tudom mit csinál, Hazard meg beveri oda a hosszúba. Aztán a 64. percig nem is esett gól, azt hiszem. Messivel elmegy, és akkor Messi ez visszapattan a kapusról. Persze nem pattan ki kirúgásra, hanem inkább elé pattan, és akkor onnan bevágja az üres kapuba, nagy teljesítmény volt. Aztán sikerült kiegyenlítenünk Thiago Aspas révén, 79. percben. Iago Aspas, Thiago Aspas, mindig ezt mondom, nem tudom miért. Na mindegy. Kettő-kettő lett így az eredmény. Tényleg jól játszott a srác. És akkor megszerezték a vezetést a 86. percben. Messi révén kap egy kis passz Neymartól, Messi meg onnan bevágja. Joris ezt nem védhette ki. És akkor 3 perc volt hátra, és beálltunk Parda buszra, mint az állat védekezni. De ezt a 3 percet, hogyha már ilyen nagy nehezen sikerült megfordítani a mérkőzést, akkor ugyan húzzuk már ki. De... A játék máshogy gondolta, meg az égiek, és aztán Ronaldo a 90 pluszba kiegyenlített. Nyomta a dabot. Mindegy, hát... Nem adtuk fel, így aztán a hosszabbítás 104. perce. Nem tudom, itt Walker mit csinált a kapuban. Elhúzta a fejét, és lábbal megpróbálta létszáltalt a labdát kivédeni. Nem jött neki össze. És akkor... 104. percben így átvettük a vezetést, de jött Cristiano Ronaldo. És a 107. percben megint egyelő az állás, 4-4. És aztán a 119. percben volt egy zicserünk, ami kimaradt. Vagy talán 2 zicserünk is volt, már nem is emlékszem. Egy volt, azt hiszem, Jordi Albával mellé lőttük. Ennyi már nem is tudom, kivel volt. Azt hiszem, Ronaldoval volt, és úgyhogy 11-esek jöttek. És itt a döntő 11-es. Mind a ketten kihagytunk egyet-egyet. Aztán nagyon szarul lőtte középre. Kapus simán fogta. És akkor ezzel nyertünk. Ezzel a kihagyott 11-essel húztuk be ezt a draftot. Ami egyébként egy tök könnyű draft lett volna, ha megnézzük az előző meccseket. Mert ahogy látjátok, az első meccs 5-0, második meccs 5-0, harmadik meccs 8-0 lett, azt hiszem 2 ki is lépett talán, de most így nem vagyok biztos. Talán az első 2 az kilépett, egyik az egy magyar srác volt. És akkor... Gólt csak kaptunk az első 3 meccsen, aztán a döntőbe kaptunk egy ilyen baszó nehéz ellenfelet, úgyhogy elég bírtuk megverni. Ez volt egyébként a csapatunk.
Volt itt mindent, ott is Ronaldo, BLS Neymar, tocos Messi, ott is Kroos, volt egy Aspink, az is tocos, cserepadom meg egy csomó inform, meg tocos játékos. És ezzel a csapattal húztuk be ezt a draftot. Nézzük, hogy mit fogunk kapni. Gondolom a legszarabbat, amikor ilyen nehéz meccsen nyerünk, akkor mindig a legszarabbat kapjuk. 50k-s pakkot kaptunk, hát akkor ez nem a legszarabb. Na, nézzük ezt a gold pakkot. Nem fagyott be, ez nem walkout. Ó, és egy normál játékos van benne, gyerbér. Az Olympic Lyonból. Hát, szar pak. Az ankor az ér vagy 1500. Na, Léci, egy jó játékos, egy adj be egy tocsos olaszt. Egy tocsos olaszt adjanak ebbe az 50k-s pakból, Léci. Ad, köcsögié. Nem fagy be, nem walkout. Kis flerek, baszd meg. Begovic, baszd meg. Ez a nagy 50k-s pak, ad egy 83-as 1500 coinsos Begovicot, baszd meg. Meg egy ilyen perint. Kalapszor az egész. Így ahogy van, bazd meg, ez így van, nem ér 15 ezeret a piacon kb. Tehát ezt megveszem. Hány játékos volt ebben? 12. Ennek a fele ilyen 900 ezerbe ment, de a nagy része ilyen 900 ezerbe ment. A maradék kettő meg ilyen 1500-1900 között megy, szóval az egész pak nem ért, bazd meg, 15 ezeret. Ez a nagy 50k-s pak, bazd meg. Ezért kell draftolni. A faszopói. Na mindegy, hát azért tetszett ez a kis draft összefoglaló, akkor... Na, bele egy lájkot, csipi voltam, szavaztak.